Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Vízöntő új hold. Éjfél körül, július 5-éről 6-ára új hold lesz, új hold a rákban. Ez egy misztikus, ez egy mesebeli, ez egy varázslatos. Nagyon-nagyon pozitív új hold, mert a hold hazatért, hiszen a rákoknak az uralkodója a hold. A rák maga az otthon, a család, tehát ez a szféra most középpontban lesz, ezt mindenki meg fogja érezni. A hold új dolgot adhat nekünk, valamilyen új dolgot megmutathat nekünk. 2 hétig érezhetjük az energiáját. Na de egy picit konkrétabban a vízöntőknek mit is jelent ez az új hold? 6-os ház érintett. Ez viszont egy kicsit nehezebb ház. A munka, az egészség, a mindennapi rutin, az egészség, a betegség, a házi állatok is ide tartoznak. De mivel viszont nagyon pozitív újholdról beszélhetünk, úgyhogy itt pozitív változások lehetnek, pozitív lehetőségek, új ügyfél, új vállalkozás, új munkaeszköz, új babysitter, új kertészünk lehet, új asszisztens, valami, amivel minden nap foglalkozunk, tehát ott lehet valamilyen új dolog, új mód, új rutin, egészség, betegség, lehet új táplálkozás, új diétába kezdünk, vagy sportolni fogunk. Na, mi lehet még? Orvos. Lehet új orvost találunk, új gyógyszert fogunk kapni. Nos, mi lehet itt? Lehet, hogy új házi állatkát kapunk. Lehetséges. Tehát ilyen ez az új hold. Nagyon jó, ha például egészségesebben akarunk élni, akkor most nagyon jó ezt elkezdeni, és a következő 2 hétben ezt tartani, tehát akkor ez így megerősödik. Na de nézzük a kártyákat. Nézzük a kis boszorkányok, mit mondanak nekünk. Ha valamit elkezdünk, például új munkát, akkor az eredményt, az elismerést például megkaphatjuk 1/2 év múlva, amikor a teli hold a rákban lesz. Na nézzük. Ó, a szerencsekerék, csodálatos. Itt a 10-es, a fortuna. A szerencsekerék, a szerencsés pillanat, a szerencsés lehetőség, a szerencsés, tehát bármi. Ezt nem szabad elszalasztani. Ezt meg kell ragadni, élni kell a lehetőséggel, megragadni, és egyszerűen felfele szállni azon a szerencse spirálon. Bármit is pörget nekünk ki ez a kis boszorkány, az mind pozitívum, az mind pozitívum. Itt a csillag, valaki sztár lehet, ragyogó pillanata lehet. Itt a napocska, a nagy siker például. Ott van a könyv például, kaphatunk új információt, vagy aláírhatunk egy szerződést, de a gyűrű is mutathat nekünk egy szerződést, egy jó kis munkaszerződést, de hát ez szerencse, viszi az egész kirakást, ez a kártya, a szerencsekerék, a kártyapakli aján, hát azért ezt se hagyjuk ki, ott van a királynő. Ez viszont maga a vízöntő, a kardok királynője. Tehát itt a királyság. Királynők és királyok leszünk, ott meg a király. Tehát így beszélnek hozzánk a kártyák. Itt van. Az egész világ a kezünkben van. Itt viszont a 2-es botok tartja a világot a kezünkben. Bármi lehetséges. Csodálatos. Egyébként ezek a kártyák, a királynő, a király, mivel kardok, például az egészségügy is ide tartozik, ugye itt szó volt, hogy a 6-os ház egészség, betegség, tehát ezen a területen valamilyen új dolog várható, új orvos találhatunk tényleg. Sikeres műtét lehet.
De királyság várható. 6-os. Jön a segítség, és ez ér még. 6-os ház, és itt a 6-os. Ér még értékek. Az egyik értékünk, az egyik erőforrásunk, az erőforrások is ide tartoznak, az egészségünk. 6-os ház, egészség, egészség. Tehát itt jön a segítség. Akár anyagilag is valaki támogathat minket, szponzorálhat minket valaki. De ez egy nagyon pozitív kártya. De hát itt már az eleje rögtön nekünk megmutatta, hogy itt lesz királyság egyszerűen. A szerencsés pillanat, a szerencsés fordulat, a szerencsés lehetőség. 9-es, a bölcsesség kártyáját megkaptuk, ez maga a remete. A remete nagyon jó, ha valamit meg akarunk tudni. Például kutakodni egy picit a szervezetünkbe, egy kis vizsgálatot végezni, hogy minden rendben van, minden jól működik. A remete, amikor kijön, akkor megtudhatunk például egy titkot, ott a tűz. Megmutat nekünk valamit, kivilágít nekünk valamit, ugyanúgy, mint a hold, az új hold is, mint a teli hold, valamit meg tud nekünk mutatni. Akár egy titkos információt megtudhatunk. A remete, amikor kijön, nagyon jó szabadságra menni. Pihenni, regenerálódni, kikapcsolni a telefont, mindenki hagyjon minket békén, egyszerűen pihenek, feltöltődök. Nagyon jó, amikor ez a kártya kijön, akkor egy picit elvonulni, és így magunkba zárkózni, megismerni jobban önmagunkat, mit is akarunk, mi legyen tovább az életünkkel. Nagyon szeretem ezt a kártyát. Olyan dolgokat is mutathat ez a kártya, például egy izolált helyen pihenhetünk. Egy szigeten például. Még egyet akarok húzni. Vagy egy hajón. A hajó is egy izolált hely. Királynő, kelyhek. Ez csodálatos kártya. Ott viszont a polútói energia, halál. Az élet és a halál. A befejezés és a kezdés. Ha valami befejeződik, itt van, ez az ajtó már zárva van, valami új elkezdődik, egy új ajtó kinyílik. A Pluton viszont a vízöntőkben van, ezt már sokszor mondtam, sőt, külön videók is vannak, nagyon sok videó a Plutó a vízöntőkben. Tehát ott a vízöntők, a főszereplők 20 évig, és a Plutó a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő. Tehát itt a királynő, boldogság várható, ajándék várható, víz, part várható. Ez a királynő egyébként, tehát a második királynő, hát ez csodálatos, van egy király és kettő királynő, hát ez királyság. Ez a királynő egyébként maga a rák, tehát itt dominál az intuíció. Kaphatunk egy valamilyen jelt. Tehát az univerzum fog nekünk küldeni valamit, vagy valakit, aki adhat egy információt, segíthet nekünk. Egyébként ehhez a királynőhöz hozzátartoznak azok is, akik ezotériával foglalkoznak, pszichológiával foglalkoznak. Az orvosok is hozzátartoznak. Tehát a rák, halak vagy skorpió. De ezek csodálatos dolgok. Jó. Tetszenek nekem ezek a kártyák. Tehát itt az eleje már megmutatta, hogy itt fantasztikus lehetőségek vannak, ahogy mondtam, királyság várható. 5-ös, és ez botok. Konkurenciát mutat ez a kártya, vagy harcot, de ki lesz a győztes? A vízöntő. Ezt már megmutatta nekünk a legelső kártya, hogy a szerencse a mi oldalunkon áll.
a vízöntő oldalán, úgyhogy egyébként tisztességes harcot szokott mutatni ez a kártya. Néha olyat mutat, hogy tényleg itt ránk zúdulnak a mindennapi problémák. Hát hatos ház, hát tényleg, hát a mindennapi problémák, a mindennapi rutin, a mindennapi feladat, a mindennapi kötelesség, ami tetszik, nem tetszik nekünk, mégis el kell végezni, főzni, mosni, takarítani például. Tehát ezek minden nap ránk zúdulnak, megbirkózzunk velük, megbirkózzunk. Nos, még az univerzum tanácsa, itt a hold, a nehezebb időkre mit üzen nekünk az univerzum? Ha lesz netán egy ilyen kis nehézség, egy kis szomorúság, ha eluralkodik rajtunk a szomorúság, abban a pillanatban meg kell állítani. Abban a pillanatban. Ez az új hold, ez pozitív. Muszáj. Egyébként mindig muszáj pozitívan gondolkodni, még a legnehezebb idő szakokban is, vagy időkben. Na nézzük! Napközben többször tudatosítom és emlékeztetem magam arra, hogy szeretet vagyok, és a csodák természetesek. Így van. Azért vagyunk, azért születtünk, hogy boldogok legyünk. Minden élet egy csoda. És itt legyen velünk a szeretet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!